és innen egy nagyon szép körpanorámát lehet lőni. Üdvözlök mindenkit! A mai túracélunk a Velencei hegység bejárása. Itt mögöttem látszik a Velencei tó. Valószínűleg lesz még rá nagyon jó kilátás, de most kezdjük ezzel rögtön a parkolóból. Ugye a Bence hegyen vagyunk, ez Velencéhez tartozik. Előttünk van a Bence hegy csúcsa, amin éppen egy kilátó épül, és ha minden igaz, akkor még idén ez át lesz adva. Kicsit közelebb is fogunk mindjárt menni hozzá, onnan majd jobban látszik, hogy végül is hol tartanak a munkákkal. Kirajzottak a büdös bogarak, ez ugyanis itt az, és rengeteg sok van belőle, itt az egész út szinte mozog tőlük. Most a kilátóhoz megpróbáltunk fölmenni, de le van zárva teljesen építési terület, úgyhogy ez nem sikerült. Szóval most akkor elindultunk a túrán. A jelzésünk a sárga jelzés, de ez most pillanatnyilag így nem látszik sehol. Néztem így körbe, hogy hát, ha mégis felfedezek egyet. Mindegy, a lényeg az, hogy itt a Flasteron szépen elindultunk Nadap felé. Most itt van a villanyoszlopon az előbb emlegetett sárga jelzés. Most nem mintha még önök vagy én nem láttunk volna a sárga jelzést, csak azért álltam itt meg, hogy bemutassam, mert ez egy egyúttal bicikli út is. Ez a kék kerékpárút jelzés is erre vezet. Mondjuk nem is csoda, azért ezen simán lehet kerékpározni. A Velencei hegység egyébként valamikor régebben, mondjuk egészen a múlt század közepéig szőlővidék volt, szőlőtermővidék, és igazából az etyeki borvidéknek egy ilyen leágazása. Viszont, hát ugye látszik az exkluzív környezetből, meg a nem éppen olcsó ingatlanokból, hogy tulajdonképpen fölhagytak a szőlőtermeléssel, és kiparcellázták lakóövezetnek. Viszont a szőlőtermelésre még mindig utalnak bizonyos jelek, ha más nem, legalábbis az utca nevek, tehát ilyen Muskotály utca, meg Furmint utca, Rizling utca, ilyenek vannak errefelé. Úgy egyéb iránt pedig Vörös Marti Mihálynak is volt itt a Bencehegyen egy frésháza. És hát ugye tudjuk, hogy a fröccs szavunk is tőle ered, úgyhogy valószínűleg az itt születhetett meg a Velencei hegységben. Na most a hegységet igazából hegységnek nevezik, de az igazság az, hogy a legmagasabb pontja, a Meleghegy, az mindössze 352 méter magas. Én gyanítom, hogy valamelyik bucka itt a szemköztiek közül, úgyhogy hát inkább csak dombság valójában. Erdőbe vezet a jelzés. Végre. Igazából a kopár részeken, illetve az erdőtlen részeken nincs igazán jól felfestve a jelzés, úgyhogy hát végül is a főcsapás irányként tekinthető utat kell követni, úgyhogy nem könnyű eltévedni. A bicikliút egyébként szintén velünk tart, mellettünk fut. Igazából ez csak egy ilyen kis letérő volt, hogy a turista úgy érezze, hogy túrán van. Nagyon szép panoráma nyílt ki előttünk. Igazából a hegység is látszik, de hogyha elnézünk arra bal felé, akkor ott a tó is szépen bevillan. Valamilyen botanikai ritkaság tűnt itt fel az útfélen, ott egy gyíkskerázott el. Hát igazából én nem ismerem, hogy mi ez. Így néz ki közelről.
De annyira nem ritkasság, mert azért tel is teli van vele a domboldal. Na talán még egyet lövök itt egy ilyen szép kis csoportról. Így. Hát ha valaki ismeri, akkor nyugodtan írja meg a kommentekbe. Jelzés kereszteződéshez értünk. Ugye itt a piros és a sárga, meg a sárga kereszt találkozik. Nekünk most innen a piros fog kelleni. Egy kis nyiladékon keresztül rálátunk Nadapra, házakra, meg a katolikus templomra. Ugyanis most erdőben haladunk éppen a piros jelzésen. De a kis erdő közepén egy hatalmas sziklafal tövében az első turisztikai attrakció, ami nem más, mint a Nadap 2 szintezési főalappont. Ugye itt oda van írva, hogy 1951-ben hozták ezt létre. Igazából 2013-ban lett felújítva, és ez az a pont, amihez az összes magyarországi adatot, magassági adatot viszonyítják. Tehát innen ered minden egyes magassági adat. Ezt az alappontot egyébként 1960-tól használják, ugyanis ez a Balti-tenger vízszintjéhez viszonyítja a magassági adatokat. A szintezési ősjegy, ami innen nem messze található, és mindjárt oda is megyünk, az pedig az Adriához viszonyította. Na végre csillapult a lihegésem, ugyanis fölmásztam itt a szintezési ősjegy fölötti sziklára. Innen nem tűnik sziklának, de igazából, hogyha megmutatom jobban, az egész gránitból van, mint a Velencei hegység is. És persze én nem itt jöttem ám föl, hanem ott így torony iránt, a meredekebbik részen. És innen egy nagyon szép körpanorámát lehet lőni. Alattunk ezek Nadap házai. Nagyon szép ilyen tájház jellegű nádfedeles kis vityillóval. Ott a katolikus templom, szemben a Velencei hegység úgymond fő gerince, vagy a magasabbik gerince. És hát tulajdonképpen a szintezési alappont az valahol a kis fenyő csoport alatt van, egy ilyen 100 méterre innen, és itt alattunk van a szintezési ősjegy. Mellette egy kis parkolóval. Most akkor megmutatom, hogy honnan jöttem föl. De csak így föntről, mert azért a lemászáshoz el kell tenni a kamerát. No, hát szóval itt nem tudom, mennyire tűnik félelmetesnek. Azért oda kellett egy picit figyelni. A sziklafa a derekánál járok nagyjából. Itt jöttem le. Egyébként gyönyörű ez a sok... Hát most ezt nem tudom micsoda. Ez a sárga virágú növény nagyon szép. Minden esetre valami félcserjének néz ki. De gyönyörű természet sziklakertje. És itt van alattunk a szintezési ősjegy. Mint azt nem tettem, ez ugye az Adriától számítja a magasságot. Ez 173, mit tudom én hány tized méteren van. Nos. És hát valószínűleg ez elavult volt, és azért álltak át a Baltira, vagy az egész világ átállt a Balti tengerről való szintezésre. Nos, hát még ennyi van vissza, ezen itt le kell másszak, és nem szeretnék egy sukra, hanem azért mégiscsak szépen óvatosan és fokozatosan. Szemből az ősjegy. Ugye ezt az osztrák hadmérnökök határozták meg, illetve ennek a magasságát egész pontosan. És egy kis magyarázó tanösvénytábla is van itt mellette, ahol el is magyarázzák azt, hogy használták, mint használták, és hogy milyen pontokon keresztül értek ide. És 1 millió nyelven itt van, még japánul is. És azt még nem mondtam, hogy miért került pontosan ide az alappont. Nos, azért, mivel ez Magyarország, illetve az egész Kárpát-medence
geológiailag legnyugodtabb pontja. Tehát feltételezik, hogy itt nem fog elmozdulni egy könnyen, és azért lett ide telepítve. Kerékpáros nézőink kedvéért megmutatom, hogy milyen gyönyörű tüköraszfaltos bicikliúton jövünk éppen. A piros és a sárga jelzés kíséri. Ja, és Körmös utcának hívják amúgy. Nos, szóval, hát most szívesen felpatannék a nyerekbe, az biztos. Letértünk a szuperbicikli útról, így élesen visszafele. Egy enyhén emelkedő földúton folytatjuk, viszont a piros jelzés az erre vezet. Nos, a természetbúvárban is volt egy cikk a Velencei hegységről, épp a mostani számban, és abban is megemlítették a lőcslábú ganajtúrót, ahogy éppen gurítja a Galacsint. Hát ezek szerint ez egy ilyen állandó műsorszám, mert most is itt éppen ez történik.